Árpa Attila kultfilmjének folytatás az Argo 2 minden várakozást felülmúlóan nyitott a mozikban. Az akció vígjátékot a nyitó hétvégén több mint 40 ezeren látták, ami új rekordot jelent a magyarországi filmgyártásban. A film alap fennállása óta egyetlen magyar film sem indított ennyire jó nézettséggel. Itt van velünk Árpa Attila, a film rendezője, és Kulka János, alias János Szán, az Argo 2 egyik főszereplője. Jó reggel! Jó reggelt! De jó látni, hogy ennyire mosolyogtok. Ez nyilván a sikernek is szól, meg annak is, hogy ti magatok is meg vagytok elégedve a végeredménnyel, ugye Attila? Abszolút. Nem térünk még magunkhoz, tehát ez a szám, ez reméltük, hogy nagyon sokan fogják nézni és szeretni, de ez a szám, ez mindent felülmúlt. Tehát ha figyelembe vesszük azt, hogy az utolsó filmek, amik ilyen számokat produkáltak, az mondjuk egy valami Amerika 2 volt, vagy egy Üvegtigris 3, mindez több mint 5 évvel ezelőtt. Mindezt úgy, hogy az két családi film, és azért az Argo 2 sok minden, csak nem családi film. Nem vinném erre a gyerekeket, igen. Igen, meg nagyon sok minden összejött, ez volt például az első hétvége, amikor igazán jó idő volt, tehát az első olyan hétvége, amikor pont, hogy nem menne moziba az ember, és mindezt figyelembe véve ez egy nagyon durva szám, és folyamatosan emelkedik, tehát most már 50 ezernél tartunk, tehát a nyitó hét az több mint 50 ezer néző. És hát most már nagy a felelősség rajtatok, mert a sajtó mohó, és a sajtó akarja, és azt írja már, hogy 150 ezeres álomhatárt is elérheti akár a nézőknek a száma ilyen tekintetben. Hát ilyenkor lehet találgatni, de a számok az egy dolog, meg a sajtó, minket mindig is egy dolog érdekel, ez egy közönségfilm, és minket a közönség érdekel, és a visszajelzések. Tehát óriás plakátok, tévéreklámok, tök jó, de én abban bízom, hogy a szájpropaganda az, ami igazán fontos, és a legszebb érzés azon kívül, hogy ilyen számokat produkálunk, az, hogy a visszajelzések azok hihetetlenek. Tehát 90%-ban aki látta, azt mondta, hogy ez egy nagyon jó film. Jó, de nem csak azon visszajelzések jók egyébként, aki látta, hanem hát például rólad ódákat zengenek, hogy mennyire fantasztikus vagy ebben a szerepkörben. Azért most kapcsot kapott a bemutatón. Köszönöm szépen, de persze szerencsés vagyok, tudod, és mindig csak mindig a pozitívumok érnek el, de azért volt szerencsém egy kritikákhoz, akik azt írták, hogy szegény Kulka János mit keres, és zavartan téblából az Argo 2-be. Tényleg. De egyáltalán nem, én nagyon jól éreztem magam, és nagyon hálás vagyok az Attilának. Leginkább azt mondták, hogy a legszerencsésebb, legőrültebb választás te voltál ebből a szerepkörben. Szóval pont ezt akartam mondani, nagyon hálás vagyok Attilának, hogy ezt bevállalta, hogy tényleg egy olyan szerepet játszom, amit nem is tudom, azt hiszem, még soha nem játszottam se színházban, se filmen, biztos nem ezt a fajta, vagy ennyire szélsőséges, vagy ennyire tőlem ilyen idegennek, vagy más fajtának tűnő szerepet. Te amikor Attila megkeresett ezzel, akkor pont ez volt, ami tetszett benne, tehát hogy te nagyon-nagyon ki kell bújnod a bőrödből, vagy a közkedvelt szóval a komfortzónádból, és akkor belehelyezkedni egy másik szerepbe. Az is tetszett, de amit abszolút meggyőző volt, hogy elküldte a forgatókönyvet, és ezt egyrészt együltő helyemben, szerintem egy óra alatt végigolvastam, másrészt annyit röhögtem rajta, hogy tényleg nagyon rég találtam könyvet ennyire szórakoztatónak, ennyire, vagy annyira az a fajta humor, amit én szeretek, vagy én szívesen néznék, vagy olvasnék. Hihetetlen volt az alázat egyébként. Én a Verkfilmet láttam a TV2-n, amit Attila készítettek a filmről, ahogyan téged próbált mozgatni egy-egy bizonyos helyzetben, és többször is neki mentél, és mondta Attila, még mindig nem jó, és akkor újra és újra, és jut eszembe, hogy tanultál te meg japánul? Mert a filmben japánul beszél János Szán, végig a legendás ninja. Sehogy nem tanultam meg japánul, és tulajdonképpen azért a legnehezebb feladat mégiscsak ez volt, ez a sok japán szöveg, úgyhogy mindent elkövettem, hogy hitelesnek tűnjön, vagy valódinak. Hát megpróbáltam bemagolni, amennyire tőlem telt azokat a mondatokat, de nagyon zavarba tudtál volna hozni, ha hirtelen rám bőtt forgatás, hogy most miről beszélsz. De nagyon-nagyon jó munka volt, tényleg. Még a visszajelzések, mert szerintem nagyon fontosak, mert hát művész emberek, mind hiú ember, azt gondolom, mindannyian azok vagyunk. Ne. Egyébként a férfiak sokkal hiúbbak, meg kell, hogy mondjam. Hagyjuk magunkat? Mindegy, tehát hogy a visszajelzések mennyire háborítanak föl, vagy nem olyan cikkek, amelyek úgy érzed, hogy nem értették meg a filmnek a lényegét, vagy teljesen más megközelítésben nézik, mint ahogy... Bonyolult, intellektuálisan. Nem, hát ez az, hogy azt akarják, hogy valami ilyesmibe belehelyezni, hogy akkor értelmet találni, és nem csak azt a pure szórakoztatást. Jaj, hát ilyen mindig van. Talán nem titok, hogy én a filmkritikusok véleményére olyan nagyon sokat nem adok, tisztelem őket, ők is, nekik is ez egy feladat, egy munka, de egy embernek a szubjektív véleményéről beszélünk, és az soha nem fog annyira érdekelni, mint annak a 10 vagy remélhetőleg 100 000 embernek, aki megnézte és szereti.
és egy kritika itt, és a másik oldalon pedig nem tudom, 500 ember a közönség találkozókon, amiket éppen most csinálunk, és ott lehet igazán érezni azt, hogy volt értelme ezt a filmet megcsinálni. Ezekre a közönség találkozókra te is mész, János? Voltam, el tudtam menni Szegedre, ami azért is külön öröm volt, mert ott nőttem fel, és mindig nagyon szívesen megyek vissza. És tényleg elképesztő, hogy mennyire, hogy milyen rajongással, vagy milyen szeretettel vannak a film iránt. Uh-huh. Szegeden is volt a nézőtéren, nem egy ember, aki mondta, hogy harmadszor, vagy negyedszer látja, és kapcsolódik hozzá egy ilyen kis kvízjáték ott a közönség találkozó végén, amikor Attila kérdéseket tesz fel, hogy milyen számot mondanak itt, mi hangzik el a filmben. És elképesztő, hogy az utolsó kis részletig minden emlékeznek, minden tudnak. Igen. Kicsit kezdek ez arra hasonlítani, mint amikor a Pulp Fiction, ami 20 éve volt, annak a forgatókönyvét gyakorlatilag magoltuk, tehát hogy én ezt kívülről tudtam a forgatókönyvre, annyira jó dialógusok voltak benne. Azt tudom, hogy nagyon sokan megkérdezték tőled, Attila, és ez egy borzasztó kérdés. Ez olyan, mint amikor a nőtől a gyerekszülés után megkérdezik, hogy mikor jön a következő. Tehát, hogy nagyjából ez az Argo 3-ra vonatkozóan, hogy akkor lesz-e Argo 3, és akkor mondtad, hogy nem tervezel ilyet. Következő film az lesz, remélhetőleg, az a Holtom Iglan című regényemből egy gengszereposz. Remélhetőleg már idén elkezdjük. Argo 3 nem tudom még, hogy lesz-e vagy sem, nem zárom ki, de most egyelőre a kettessel foglalkozunk, és ha szabad elmondani még gyorsan azt is, hogy a közönség találkozókat folytatjuk, holnap Szombathelyen leszünk, jövő héten pedig Győr, Kecskemét, Pécs és Eger, hogyha esetleg valaki éppen nézi és el szeretne jönni, szeretettel várjuk, ott lesznek a színészek, meg általában nagyon jó hangulatúak szoktak lenni. Rócsúzik tehát az Argó, és érjük el, érjétek el. Mi pedig mohók vagyunk, így van, a 150 ezresig meg se állunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, sziasztok.